közben beállításokkal kell itt foglalkozni. Szóval mindenkit üdvözlök, és halleluja! Köszönet a Teremtőnek elsősorban azért, hogy lehetőséget ad arra, hogy még mindig keressük és közeledjünk az igazsághoz, és közelítsünk hozzá és az ő útjához. Úgyhogy ezzel szerettem volna kezdeni, és másodszorban mindenkinek, aki természetesen hallgatja ezt a programot, illetve mindazoknak, akik támogatják és támogatták a csatorna munkáját, illetve mindazt, ami ezen zajlik, úgyhogy remélem mindenki rendben van. Ezúttal úgy gondoltam, hogy lehet, hogy érdemes lenne valamiféle tematika szerint haladni. Természetesen amennyiben valakinek kérdése van, az nagyszerű, és csak írjátok be a hozzászólásokhoz, és aztán sort kerítünk rá a program későbbi részében. Először azonban néhány hírt akartam megmutatni, illetve néhány hírrel szerettem volna kezdeni, amit mostanában találtam az interneten nem olyan régen, illetve egy részét természetesen rajtatok keresztül, illetve azokon keresztül, akik követik a csatornát, és rajtuk keresztül jutottam el ezekhez a hírekhez, mint ahogy általában ez történik, úgyhogy köszönet ezért, és nézzük meg, akik esetleg a felvételt megnézik a YouTube-on, azok láthatják a vizuális részét is ennek, de akik csak most kapcsolódnak be, illetve ezt a live, Facebook live-ot követik, azok sajnos ezt nem fogják tudni. Azonban, hogyha érdekel valakit, a YouTube-on meg tudja nézni a későbbiekben, és ott lehetőség van arra, hogy a cikkeket lássátok, és a többi, mindazt, ami a képernyőn közben zajlik. Úgyhogy az első hír, amit az elmúlt héten találtam, mivel pontosabban múlt vasárnap, illetve legutóbb vasárnap, az a világtitkai.com oldalról van, illetve azon található. Még annyit, mielőtt ebbe belemegyünk, hogyha esetleg bármi probléma van a hanggal, akkor a kommentben írjátok már be, légy szíves, hogyha nem hallatszik, vagy bármi probléma van vele. Egyébként haladunk tovább. Szóval üdvözlök mindenkinek, mert látom, hogy csak most kezdenek bekapcsolódni az emberek. Úgyhogy az első, amit találtam, az első hír érdekességképp, erről már néhány videót készítettem, és láthattátok, illetve hallhattatok erről, az pedig a génmódosítás. Még egyszer, ez a világtitkai.com weboldalon található, és itt arról van szó, hogy hamarosan zöld utat kaphat az emberi génmódosítás. Egyébként a mai téma is ezzel lesz kapcsolatban, illetve ezzel is, hiszen a mai téma későbbiekben az lesz, hogy hogyan fog megváltozni a gazdaság, a világgazdasága technológiai fejlődés hatására, és mik ennek a következményei, illetve a mi életünkre milyen következményekkel járhat ez. Azt is megmutatom majd a későbbiekben, hogy honnan jött ez az ötlet. De hogy visszatérjünk ehhez a cikkhez, a génmódosításról, a linket majd megtaláljátok a YouTube-on, illetve egyébként akit érdekel, lehet, hogy bemásolom ide a komment rovatba, úgyhogy tudjátok közben nézegetni. Ez az első cikk, én érdekesnek találtam, hogy nyilván a lakosság túlnyomó többsége tisztában van azzal, hogy mi az, ami történik, azonban nem tudja igazából hova tenni, de most már a közmédia is egyre inkább erről szól, ezekről a dolgokról, amikről évekkel ezelőtt csak mint összeesküvés elmélet hallhattunk. Ugye az első probléma ezzel, amit a cikk is említ, az az, hogy genetikai úgynevezett designer baby probléma, ami azt jelenti, hogy gyermekeket tudnak létrehozni olyat, amilyet akarnak, különböző tulajdonságot tudnak kihagyni, beilleszteni, akár fizikális, akár mentális, akár intellektuális egy-egy emberbe, úgymond, tehát olyan embert csinál, amilyet akarnak.
mindig érdemes úgy gondolni ezekre szerintem, hogy ha most mi erről tudunk, akkor vajon mióta áll rendelkezésükre a technológia, és mióta, és mit csinálhattak ezzel vajon, amiről nem tud a társadalom túlnyomó többsége, illetve a társadalom nagyja. Természetesen a probléma az ugye, hogy egyrészt nem mindenki engedheti meg magának ezt majd, de szerintem már most sem. Úgyhogy az, aki megengedheti magának, az fizikálisan és intellektuálisan is el fog fejlődni a világ többi részétől, és a világ túlnyomó többsége, a nagyja az embereknek le fog maradni, hiszen egyrészt nem engedheti meg magának, másrészt nincsen egyáltalán a tudás birtokában, hogy hogyan is működik ez a technológia, és mire lehetne használni. De különösképpen a pénzügyi háttere a dolognak problematikus szerintem. A kockázatokat mindenki el tudja képzelni valószínűleg, hogy milyen kockázatokkal jár az, hogyha elkezdenek embereket gyártani olyat, amilyeneket akarnak, vagy amilyeneket szeretnének, illetve amilyenre igény van. Ugyanis elveszik az, ami jelen pillanatban úgymond véletlenszerű, ha ezt elkezdik manipulálni, onnantól kezdve egy hatalmas űr támad azok közt, azon réteg között, akiknek rendelkezésére áll a technológia és a pénzügyi háttér, illetve a világ többi része. Szerintem a probléma az, hogy az emberek úgy tekintenek erre, hogy milyen nagyszerű, hogy különböző betegségeket ki tudunk szűrni, illetve akár vírusokat is tudunk gyártani, meg védőoltásokat, stb. Azonban a probléma inkább az, hogy mi mást lehet még elérni ezzel, és mint mindig azzal próbálják az embereket meggyőzni, illetve amiről mi tudunk, az információ túlnyomó többsége a pozitívumokról szól, illetve arról, hogy milyen pozitív hatása lesz ennek a világra. Arról nagyon ritkán van szó, hogy milyen negatív hatásai lehetnek. Az egyik például az, hogy mivel senki nem csinált nyilvánosan ilyen kísérleteket, és ekkora méretekben, amekkora méretekben ez lehetséges most, ezért nem tudjuk azt, hogy igazából milyen következményekkel járhat egy nem csak egyes esetek, hanem akár egy nagyobb létszámú embercsoport, úgymond létrehozása, durván hangzik, de erről van szó, hogyha elkezdünk ilyen embereket tenyészteni vagy csinálni, milyen következményekkel járhat az, ha ők elkezdik tovább örökíteni ezeket a géneket. Plusz a másik probléma ugye az, hogy az egyik videóban például arról volt szó, hogy és valahogy így kapcsolódik össze a klímaváltozás, ugye, amit mi klímaváltozásnak ismerünk, és például a genetika. Ezt vetette fel az egyik úgymond szakértő, hogy amennyiben kisebb az ember, akkor kevesebb széndioxidot termel, úgyis kevesebbet eszik, és maga a szervezet is kisebb, úgyhogy lehet, hogy érdemes kisebb emberekkel gondolkodni a jövőben. Ami abszurdnak tűnik most, azonban ha mindenki elképzeli azt az utat, amin járunk, és hozzáad olyan 30 évet, akkor lehet, hogy eljut odáig, hogy látja azt, hogy milyen megszólítások következhetnek be különböző problémák miatt, amiket mi most szembenézünk, amik nagy része általunk generált, illetve hát az elit által generált. Mint például a klímaváltozás, vagy a globális felmelegedés, de akár a különböző háborúk, vallási fanatizmus, és mindezek milyen embereket kellhet majd, mit tud az emberekre rábeszélni a hatalom a különböző propaganda segítségével, akár az, hogy a spirituális részét az embernek úgy programozzák, hogy beleférjen az abba, ami elfogadott a társadalom által, akár a fizikumát úgy programozzák, akár az intellektuális képességeit úgy programozzák, hogy egy bizonyos célra, vagy munkára, vagy feladatra alkalmas legyen, a többire nem.
Szóval a probléma nem csak a mesterséges intelligencia, hanem ugyanígy a klónozás is, hiszen a kettő az majdhogy nem kéz a kézben jár. Hiszen ha létre tudunk hozni robotokat, akik gondolkodnak, éreznek, ugyanúgy létre tudunk hozni embereket, akik szuper képességekkel rendelkeznek, vagy emberfeletti képességekkel rendelkeznek. Tehát a kettő gyakorlatilag ugyanazt a hatást éri el. Kérdés az, hogy mik azok a tulajdonságok, amik azok által, akik a törvényeket meghozzák, vonzóak, illetve amiket ők látni szeretnének, és mi az, amiről mi úgy gondoljuk, hogy hasznos, hogy mi az, amit mi szeretnénk, illetve az egyén szeretne. Ki az, aki eldönti azt, hogy milyen tulajdonságok lesznek azok, amik alkalmasak arra, hogy mi azt tovább vigyük, illetve egyáltalán felhasználjuk. A következő cikk, ez egy viccesebb, de ezt is mindenképpen megosztom azokkal, akiket érdekel. Ez ugye arról szól, hogy itt a link. Ez ugye arról szól, hogy Gyulaházán 3 milliárd forintból építenek egy űrközpontot. Hát nem is tudom, hogy hol érdemes ezzel kezdeni, mikor erről van szó, hogy űrközpont, ugye Space központot alakítanak ki Gyulaházán, már meg is jelent az erről szóló kormányhatározat, pedig az egyetlen magyar asztronauta Farkas Beátának 2000 fő szülőfaluja csak egy kiállított terem építésére pályázott. Azt igazából nehéz megmondani, hogy vajon miért is csinálják ezt. Szerintem olyan időszakban élünk, amikor az igazság olyan gyors ütemben derül ki, és akkora emberek számára, hogy minden alkalmat meg kell ragadni azoknak, akik uralják és irányítják a világot, hogy visszatérítsék az embereket a kezdetleges programhoz, illetve ahhoz a világnézethez, amit ők szeretnének, hogy a többség gondoljon. Az űrkutatás az egyértelműen egy ilyen, hiszen maga a világ kép, az, amiben az ember él, igen nagy hatása van arra, ahogyan ő gondolkodik. Nem csak intellektuálisan, hanem spirituálisan is. Szerintem az űr egy ilyen fegyver, úgymond ebben az arzenálban, az egyik legnagyobb, alig, hanem az egyik legnagyobb mérvű, illetve mértékű hazugság az összes közül. Szóval ez a nagyívű projektum a Felső Tiszavidék turisztikai fejlesztésének részeként valósul meg, és a Sesták Miklós miniszter kedvenc települése, ugye Gyulaházáról van szó, ahol már amúgy is van egy még 21-es kiállítva, aki esetleg nem látta még. A linket nézegessétek, és ott megtaláljátok ezt az összes információt. Érdekes, én elég sokat jártam Gyulaházára, ugyanis vannak ott ismerőseim, úgyhogy ezeket az embereket, akikről itt szó van, én úgymond ismerem is, a polgármestert például. De mindegy is, a lényeg az, hogy furcsa ezt így látni, és azt, hogy például itt arról van szó, hogy már ekkor, ez egy idézet, már ekkor felmerült annak a gondolata, hogy jó lenne, ha a NASA Gateway to Space kiállításához hasonló űrkutatási technikai csodák is a faluba kerülhetnének, nyilatkozta a polgármester. Ugye innen származik Farkas Bertalan, az egyetlen magyar, úgymond asztronauta. Érdekességképp, akit érdekel a következő, ha már az űrnél tartunk, akkor nézzük meg a következőt. Ugye erről is volt szó korábban egy videóban, ami persze, hogy pénzlopás, vagy nem, minden az. A lényeg az, hogy 3000 millió forintból építenek egy űrközpontot Gyulaházán. Hát minden csak erről szól. A pénzt el kell költeni, ha ez egy uniós pályázat, már pedig minden az uniótól jön az összes pénz, amit fejlesztésre el tudunk költeni, hiszen mi gyakorlatilag azért keresünk, hogy visszafizessük annak a kölcsönnek a kamatát, amiből az ilyen szemetet létrehozzuk. És aztán ugye következő
adnak megint pénzt, amit elköltenek úgy, hogy a felét ellopják, és a másik feléről megcsinálnak valami szemetet, utána mi megfizetjük vissza annak a kamatát, amiből a szemét épül, és amit elloptak, és aztán felveszünk egy újabb kölcsönt, hogy fizessük a kamatokat. Így működik nagyjából. Így működik nagyjából a pénzvilág, és még akkor nem is igazán túloztam, úgyhogy aki ismeri, hogyan működik a gazdaság, annak ez igazán nem újdonság. Következő hír, azt hiszem már ott van a link a hozzászólások rovatban. Igen, a fekete lyukas dolog. Szóval sokkal falánkabbak a fekete lyukak, mint hittük. Érdekesnek tartom csak azt az űrkutatással kapcsolatban, hogy ha igazából mindenki belegondol, akkor bizonyítéka senkinek nincs. Hogy ha annak ellenére, hogy mindenki hisz abban, hogy ez úgy van, ahogy ő gondolja, most attól függetlenül, hogy elhiszi azt a modellt, amit a legtöbb ember a világról gondol, vagy pedig valami alternatív modellben gondolkodik, legyen az bármi. Igazából senkinek nincs bizonyítéka egyikre sem. Ha valaki azt mondja, hogy neki van bizonyítéka arra, hogy a Föld gömbölyű, akkor ez nem mond igazat, hiszen nem, nincs bizonyítéka rá. Azon kívül, hogy látott videókat az űrközpontoktól, vagy felnéz az égre, vagy egy távcsővel nézegeti, vagy nem is tudom, bármi, teljesen mindegy. Az egyik, hogy nincsen kézzelfogható bizonyítéka senkinek arra a világképre, amiben hisz. Úgyhogy ha ebből indulunk ki, onnantól kezdve szerintem azt, amit a rendszer úgymond hirdet, és azt a világképet, amit a rendszer akar elhitetni mindenkivel, talán azt a legegyszerűbb kizárni, hiszen ha mindenben hazudnak, miért ez lenne az egyetlen dolog, amiben igazat mondanak. Ha valakinek az bizonyíték, hogy felnéz az égre, és ott ilyennek vagy olyannak lát egy-egy égi testet, akkor nem tudom. Valahogy én számomra az nem meggyőző, hogy ez ilyennek néz ki, vagy olyannak néz ki. Ha eljutnék oda és leszállnék rajta, akkor azt mondanám, hogy jó, ezen le lehet szállni, addig meg mindenki azt mond, amit akar, és mindenki azt gondol, amit akar. Ez még nem fogja igazá tenni azt. Mindegy, ez a fekete lyukas történet szerintem nevetséges, de különösen annak tekintetében, hogy igazából nem lehet látni ezt. Ez egy olyan dolog, amit soha nem is fogunk látni, ezt csak kénytelenek vagyunk elhinni azt, hogy ők ezt valóban kiszámolták. Ez a cikk arról szól, hogy az eddig véltnél jó vagy gyakoribb a kozmikus kannibalizmus. Ez azt jelenti, ez idézet, hogy a csillagok százszor gyakrabban esnek az elképzelhetetlen tömegű fekete lyukak áldozatául. Nem tudom. Innen számomra ez nevetségesen hangzik, persze ez nem bizonyíték arra, hogy nem így van. Én szerintem maga az ötlet, az, hogy ez nem tudom, valahogy olyan. Ez egész megfogalmazása, de egyébként ugyanígy fogalmaznak a külföldi újságok is ezzel kapcsolatban, de nem csak az újságok, hanem még a hírügynökségek, illetve maga a NASA is ugyanezekkel a szavakkal fogalmazza meg. Úgyhogy szerintem ez ilyen inkább a fiatalabb réteget célozza meg, hiszen az idősebb réteg annyira el van foglalva azzal, hogy az életben mi az, amit milyen problémái vannak, és miket szeretne elérni, hogy igazából nincs ideje arra, hogy ő azzal foglalkozom, hogy vajon a Föld gömbölyű, vagy lapos, vagy háromszög alakú, és vajon ennek milyen szerepe van az ő világképére, és vajon ezt hogyan változtathatná meg az ő világképét. Úgyhogy még egy mondatot, illetve néhányat nézzük meg, az ilyen kozmikus kannibalizmus egy-egy példájára galaxisok ezreinek vizsgálata során bukkantak a csillagászok, amiből korábban arra következtettek, hogy az ilyen események nagyon ritkák. Galaxisonként minden 10-100 ezer évben maximum egy következik be. Most én csak azt akarom mindenkinek, hogy csak gondolkodjon el egy kicsit azon, honnan tudjuk azt, hogy 10-100 ezer évben egy következik be, mikor mi 50 éve még elméletek nem is tudtuk azt, hogy léteznek galaxisok, hiszen nem volt meg a felszerelésünk hozzá. Akkor mi az, ami most
most bizonyíték arra, hogy 10-100 ezer évben egy. Ez az egyik. A másik az, hogy valakinek feltűnt az, hogy 10-100 ezer évig, hogy ott közben van 90 ezer év különbség. Itt 50 év alatt az megváltozott nem csak az egész élet, hanem az egész földgolyó. Mármint aki azt gondolja, hogy ő egy földgolyója. Az egész föld. Akkor mi az, hogy 10-100 ezer év, mintha az mindegy lenne, hogy most 90 ezer év. A másik az, hogy a Föld 13 és fél, 14 milliárd évvel ezelőtt keletkezett. Ott csak úgy egyszerűen 500 millió év különbség van. Ha ilyen nagylelkűen tudok becsülni, meg ilyen különbségek lehetnek a valóságok közt, akkor ilyen alapon én is kitalálhatok bármit, és azt mondom, hogy ez lehetett, hogyha a galaxisok falnak fel, fekete lyukak, meg mit tudom én mik, akkor igazából bárki előállhat bármivel. Mint hogy elő is áll az esetek túlnyomó többségében. Itt egy újabb idézet, mind a 15 galaxis, ugye 15 galaxist vizsgálnak, és ez alapján fedezték ezt fel, mind a 15 galaxis épp összeütközött egy szomszédos galaxissal. Meglepő felfedezésünk arra utal, hogy a TDI, TDE, ami a kozmikus kannibalizmus gyakorisága megnő galaxisok összeütközésekor, ez valószínűleg annak köszönhető, hogy az összeütközés miatt sok csillag kerül két galaxis összeolvadó központi fekete lyuka közelébe. Mindegy, ez a hír, itt van egy illusztráció erről, aki nézi a hírt, az láthatja ezt a fekete lyukat tulajdonképpen, ami, nem tudom, ez, hogy mondjam, ha valaki számára ez meggyőző, hogy egy fehér körben van egy fekete pont, ami tulajdonképpen a szemnek a szimbóluma elég egyértelműen, és erre azt mondja, hogy ő ez alapján elhiszi ezt a dolgot, akkor az valószínűleg mindent el fog hinni ezután. Rengeteg szám és rengeteg dátum az, amit itt találunk utána, most ebben nem is akarok belemenni, hogy hogyan lehetne ezt elemezgetni, mert erre nincs most lehetőség, de fekete lyuk dologról ennyit. Én a fekete lyuk dolgot nevetségesnek tartom, mint mindent, ami az űrrel kapcsolatos, de én elfogadom azt, hogy az emberek túlnyomó többsége az ebben él, és ez az, amiben hisz, úgyhogy el kell fogadnunk azt, hogy az emberek túlnyomó többsége igenis hajlik arra, hogy fekete lyukak, meg gravitációs hullámok, és galaxisok, és minden egyéb létezik, annak ellenére, hogy soha nem látott semmit. Igen, a fekete lyuk egy gömb egyértelmű. Tulajdonképpen. Igen, fekete lyuk, ami gömb, így van, Gix. Egy gömb. Következő alakváltó idegenek uralják a világ elit főbb pozícióit. Ez a világtitkai.com weboldalról való március 2. csütörtök, azaz tegnap előtt, ha jól látom. Igazából nincs is messze a valóságtól, azt kell, hogy mondjam, az, amiről szó van, alakváltó idegenek uralják a világ elit fő pozícióit. Az a probléma, hogy nem alakváltó idegenek, hanem érdekes az is egyébként, hogy a világ inkább hajlandó elfogadni azt, hogy alakváltó idegenek uralják, vagy más bolygóról jött lények, vagy démonok, vagy felemelkedett mesterek, vagy szellemek, vagy kísértetek, vagy UFO-k, vagy idegenek, vagy bármi. Csak az nem, hogy ennek bármi köze lehet a teremtő szabályhoz és az íráshoz. Én ezt érdekesnek tartom. Hogy az emberek megfontolnak bármit, akár egy gravitációs hullámot, akár egy, mi volt ez a fekete lyuk dolgot, amiről van egy grafika, amit egy 3 éves összehoz 10 perc alatt, inkább elhiszik azt, mint hogy egyáltalán fontolóra vegyék azt, hogy valóban egy
fajta igazság van. De ebben nem is akarok belemenni, mert megpróbálom ezt a részt rászállni arra, hogy mi is történik a világban, és mi is fog történni. Ugye az alapváltó idegenek, nyilván nem tudom, hogy ők komolyan gondolják-e, vagy nem, de rengeteg ember van, aki ezt a nézetet osztja. Különös, akik ismerik David Icke munkáját, azok tudják nagyon jól azt, hogy ő az egyik legismertebb terjesztője úgymond ennek az elméletnek, hogy mennyire mi az, amit el lehet ebből hinni. Hát én szerintem majdnem mindent egészen a gyíkember dologig, meg addig, hogy a Hold az egy űrbázis. Rengeteg igazságot mond, mint mindenki általában, de alapvetően sajnos az egész hazugságra épül, ugye arra, hogy vannak bolygók, és azokon lehet landolni, és a többi, és a többi. Ugye itt a képen Rockefeller van, John D. Rockefeller, az Rothschild középen, és sajnos a harmadikat nem ismerem, szégyen vagy sem, de nem valami bizalomgerjesztő karakter. Piramis dologról már volt szó a múltkor. Probléma az, hogy egy idézet ebből a cikkből az igazság az, hogy a világ vezető felső 100 családjáról senki nem tud semmit. Ami ugye nem igaz, hiszen itt vannak a képen, úgyhogy nem tudunk semmit, hanem tulajdonképpen annyit tudunk, amit kell tudnunk. A Rothschild vagy Rockefeller családok mind-mind csak kirakat bábok, és messze nem helyezkednek el ennek a világhatalmi elit piramisának csúcsán. A csúcson ugyanis nem klasszikus emberi családok helyezkednek el, hanem hibridek. A világtörténelem folyamán évezredek alatt alakultak ki ezek a családok. Én egyébként hajlok arra, hogy ebben van valami igazság. Egyedül az a probléma, hogy nem olyan módon, ahogyan ők azt elképzelik, hogy űrlények ide jöttek, hanem sokkal inkább, aki esetleg látta a Noah idején azt a videót, amit az 1 Mózes 6-ról csináltam, illetve kettőt is arról részül, amikor az Isten fia és az emberek lányai, az érdemes megnézni azt a videót, az írás alapján elemzi ezt a szituációt, és aki az írást veszi alapul, illetve valamilyen szinten hisz, annak mindenféleképpen érdekes, de szerintem a többiek is, hogy az írás igenis tárgyalja ezt a problémát, amiről ebben az újságcikkben szó van, csak nem ilyen bagatell módon, ahol különböző űrlényekről van szó, meg gyíkemberekről, hanem valóban van egy idegen vérvonal, azonban ez nem ezek az UFO-k, amik a filmekből ismerünk, hanem igenis azok az úgymond angyalok, a Malakim, akik azzal voltak megbízva, hogy az emberek életét segítsék, és az ellenség vezéletével ugye inkább ők akarták átvenni a mindenható helyét, ezért különböző módon beleavatkoztak az emberiség életébe. Ez az, amit abban a két részben megtudhatok, illetve az elemzést láthatjátok az írás alapján, hogy visszatérjünk ide. Még egy idézet, egyes elképzelések szerint maga Hitler is tudott erről az egészről, és azért szorgalmazta az árja német faj elterjedését. Ez az, amikor elkezdődik a mese. Minden, ami a közismeretben terjeng, ami az általában a médiában terjeng, az ugyanígy működik. Elkezdődik igazsága, mint az, hogy a világhatalmi elit, ők gonoszak, hogy ők idegen vérvonal, ők a piramis, stb. És egy idő után átmegy ebbe a tudományos, fantasztikus dologba, és így az emberek túlnyomó többsége elkezd majd kutatni, megtalálja az 51-es körzetet, az UFO-kat, és a többi, és a többi. És onnantól kezdve elkanyarodik az igazságtól, közben túl kellett volna lépjen ezen, és átlátni azon, hogy ez mekkora hazugság, és mekkora vicc. Így van. Pálma írta az Efezusi 6:10, ugye
Hát megnézhetjük végül is, akit érdekel. Felolvasom, bár erről már rengetegszer volt szó a különböző videóban, ugye Pál Saul levele az efézusiakhoz, és amiben arról van szó, hogy végezetül atyám fiai, legyetek erősek Jehovában, és az ő hatalmas erejében öltözzétek föl Elohim minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek, ugye az ellenségnek minden ravasságával szemben. Mi is a Elohim minden fegyvere? Ez az, amiről szól az egész fejezet, azonban csak a 12-est olvasnám el, mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, harcunk, hanem a fejedelemségek ellen, hatalmasságok ellen, az élet sötétségének világbíró ellen, gonoszság lelkei ellen, ugye akik a magasságban vannak, ez mind-mind a spirituális birodalomra utal. És az a probléma, hogy az emberek ezt úgy gondolják, hogy ez csak átvitt értelemben, ez csak egy mese, így úgy amúgy. Azonban, ha úgy fogja fel az ember, ahogyan írva van, akkor megérti azt, hogy mi az, amiről szó van. Egy másik fordításban ennél érdekesebb az, amiről szó van. 10-es vers végül pedig, erősödjetek meg Jehovában, a hatalmának erejében. Öltözzetek fel abba a teljes fegyverzetbe, amit Elohim ad, hogy képesek legyetek ellenállni Satán minden cselének és ravasságának. Ő az, aki ezt a világot irányítja. Ő az, aki ezt az alakváltó történetet kitalálta. Ő az, aki ezeket a családokat eljutatta arra a szintre, ahol vannak. Soha nem juthattak volna el, hogyha nem az ő ügyét szolgálnak, illetve amennyiben ez a vérvonal történet igaz, már pedig az írás alapján egyértelműen nem feltétlenül alátámasztható, de egy olyan elképzelés, aminek igenis van alapja, akkor megérthetjük azt, hogy ő az, akinek a segítségével ők működnek. Hiszen mi nem emberek ellen harcolunk, hanem szellemi természetű uralkodók és fejedelmek ellen. A jelenlegi sötét világot irányító hatalmas és gonosz szellemek ellen, akik a magasságban vannak. Úgyhogy ebben a másik fordításban eléggé egyértelművé teszi azt, hogy az emberi harc, az, amit mindannyian tapasztalunk nap mint nap, azok a döntések, amiket meg kell hoznunk, az nem azért nehéz, mert egész egyszerűen ez csak a véletlen műve, hanem az ellenség az, aki megpróbálja eltéríteni azokat, akik az igazság felé haladnak. Úgyhogy mindenki, aki nézi a videókat, aki követi az oldalt, aki hajlik arra, hogy kutassa az igazságot, és egyre jobban beleássa magát, az mindenki célpont lesz ezáltal. És nem az új világrend fogja majd megtámadni, és nem a rendőrségtől kell félni, és nem ettől, vagy nem attól. A probléma azzal van, hogy az ellenség tudja, hogy az emberiség többsége az gyakorlatilag nagyon messze van az úttól. Azonban mindaz, aki kutat és keresi az utat, és kezd közelebb-közelebb kerülni ahhoz, hogy elfogadja azt, hogy minden hazugság, és a végén eljusson oda, hogy igenis az írás a teremtő szava, és az az igazság, az mindenki céltáblává válik ezáltal. És ez az, amire felhívja a figyelmet Pál Saul ebben a fejezetben. Arra, hogy mindenki, aki járja az utat, vagy keresi az utat, vagy a közelében van, az az, aki veszélyes az ellenség számára. Hiszen az az, aki nem azt csinálja, amit ő akar. Úgyhogy ha az élet nagyszerűen megy, annak ellenére, hogy valaki nem az úton jár, akkor annak gyanúsnak kell lenni mindenki számára. Hiszen azt nem ígérte senki, hogy törvénytelenül élhet az ember, és ennek ellenére még a teremtő is vele lesz. Úgyhogy ha törvénytelenül és jól mennek a dolgok, akkor valószínűleg nem a teremtő az, aki segítő, hanem valószínűleg az ellenség az. Úgyhogy erre hívja fel a figyelmet Saul, hogy ez nem annyira egyszerű, mint ahogy az emberek gondolják. De hogy visszatérjünk, ezt az alapváltó dolgot lezárjuk, itt arról van szó, hogy az emberiség
Hát itt depopulálásáról van szó, ugye ez a népesség csökkenéséről van szó, hogy ezt akarják elérni, ezt természetesen ezt akarják elérni, azonban nem amiért a világ ezt gondolja, hogy túl sokan vagyunk, vagy a széndiokszid túl sokat lélegzünk, vagy a tehén túl sokat büfög, hanem egész egyszerűen azért, mert az ellenség tudja, hogy az ember a legfontosabb a teremtő számára, és ő ezt el akarja törölni. Hiszen ez nem az ő teremtése. Erről az előző részben volt szó, úgyhogy ebben most nem mennék bele. Úgyhogy mindaz, amit mi gondolunk, hogy miért történik ez a hatalmas emberírtás, ennek igazából semmi köze nincs a túl sok széndioxidhoz, vagy akármihez. Egész egyszerűen az ellenség az, aki gyűlöli az embert, hiszen ez nem az ő teremtése. Egyrészt másként, másrészt az ember elfogadta, már aki elfogadta, és főleg azokat gyűlöli, az ember néhány ember elfogadta azt az utat, és jár, és engedelmesen, alázatosan hajlandó járni azt az utat, amit a teremtő kijelölt, amire ő soha nem volt képes. Úgyhogy ezért akarja eltüntetni az emberiséget a Földről. De menjünk tovább. Következő hír, amit találtam, illetve érdekesnek találtam, az meg is osztom akkor ezt a linket gyorsan, hogy mindenki lássa. És nézegesen. Ápolók veszik át a házi orvosok helyét Magyarországon, új szabályok jönnek, ez a faktor.hu weboldalon március 3-ai, azaz tegnapi újságcikk. Arról van szó, hogy hát ugye itt azt írja, hogy három vidéki orvosi egyetemen már ősztől elindul a kiterjesztett hatáskörű okleveles ápolónak nevezett szakemberek képzése, akik az orvosokról is jelentős terhet vehetnek le, többek között házi orvosi praxisokban és a sürgősségi osztályokon. Arról van szó, hogy ők ugye ezt magasan képzett ápolónak hívják, vicces, illetve hát szomorú az, még egy idézet, a világ több országában, például az Egyesült Királyságban teljesen természetes, hogy a kórházban, a szakrendelőben vagy házi orvosi szolgálatokban nem orvosok, hanem sokszor magasan képzett ápolók látják el a betegeket. Na, természetesen ez nagyszerűen hangzik, ugye, amiről itt szó van. Mindenki elképzeli azt, hogy magasan képzett ápolók, mint szuper, szuper emberek, gyakorlatilag fele embert hazazavarják és megoldják a problémáit, azonban ha, mivel az Egyesült Királyságot nevezünk meg példának, mivel szerencsém volt ott 7 évet eltölteni, nem is olyan régen, ezért pontosan tudom, hogy milyen az orvosi rendszer az Egyesült Királyságban. Én mindenkinek azt javaslom, hogy mielőtt még pezsgőt bont és ünnepli a magasan képzett ápolókat, akik az Egyesült Királyság mintájára fogják majd megmenteni az életeket, először nézzen utána, hogy mit mondanak az emberek arról az orvosi ellátásról, ami az Egyesült Királyságban zajlik, ugyanis ha valaki azt gondolja, hogy a magyar az tragikus, mint amilyen, annak érdemes utána nézni annak, hogy mi történik az Egyesült Királyságban, ugyanis az borzasztó. Már ami az én tapasztalatom, és gyakorlatilag mindenki, aki az NHS, ugye a National Health Service, ami azonos a magyar TB-vel, aki abban a rendszerben valaha eltöltött bármennyi időt is, és rászorult az ő szolgáltatásokra. És egyrészt óriási probléma, legalábbis Londonban, az, hogy mindenki más országból jött, mindenki különböző szinten beszélő egy nyelvet, különböző képzésben részesült, így legalábbis amennyire én láttam, óriási káosz uralkodik a legtöbb helyen. És olyan helyeken, mint mondjuk, amire én jártam sajnos a fülorgégészet, meg ilyen, az borzasztó élmény mindazoknak, akik ilyen problémákkal ott megfordulnak, de ez az, ami jön. Nyilván az egyrészt arról van szó, hogy hogyan lehet a költségeket csökkenteni, ugye ez a lényeg, hiszen az orvosok elmennek külföldre, másrészt viszont az, hogy egyszerűbb megfizetni egy nővért, mint egy orvost.
egyszerűbb kiképezni egy nővért, mint egy orvost. A másik az, hogyha természetesen itt arról van szó, hogy tovább olvassam ezt a cikket, idézett újra, ők végzik el például a krónikus betegek, magas vérnyomásban szenvedők, cukorbetegek időszakos vizsgálatát, ellenőrzik a leleteket, sőt, újabb adag gyógyszereket is ők írják fel. Hamarosan mindez hazánkban is valósággá válhat, mert ősszel a három vidék egyetemen elindul az úgynevezett kiterjesztett hatáskörű okleveles ápoló képzése. Ez pedig a Pécsi Tudomány Egyetem Egészségtudományi Karának dékányától, Betlehem Józseftől származik, úgyhogy ez nem is egy összeesküvés elmélet. Ennyit az egészségügyről. Aki még nem látta azt a videót, most megpróbálom megkeresni. Ha minden igaz, ha villámgyorsan meg tudom találni. Inkább nem is megyek bele, mert csak elvenni a figyelmet erről, meg mindenki másét. A lényeg az, hogy Indiában van egy, illetve hát ez a kísérlet, legalábbis aki a képernyőn volt akkor, amikor én ezt láttam, az két indiai, egy anya volt a gyermekével, ott egy nagyon fiatal gyerek volt, iskoláskorú lehetett, arcfelismerő programmal felszerelt kamerák és egy képernyőre kivetített arc volt az, aki az ápolónő szerepét betöltötte ebben a videóban. A lényeg az, hogy elmondja a tüneteit. Természetesen felismeri az arcot és köszönti őket, mint egy ápoló tenni. Nagyon érdekes a videó, hiszen olyan természetesen programozott nagy részt a maga az úgymond intelligencia, ami ebben a gépben található. Azonban sokkal humánusabb volt a kommunikáció, mint ami általában az ember tapasztal egy orvosi rendelőben. Most lehet, hogy csak az én tapasztalataim rosszak, de szerintem aki valaha volt kórházban, az megerősíti azt, hogy el tudott volna képzelni kedvesebb embereket is ott, megértőbbeket és empatikusabbakat is, de mindegy is. Az a lényeg, hogy maga ez a robot forma sokkal nagyobb empátiát tanúsított az ember felé a problémája iránt, mint egy ember. És nem csak, hogy megoldotta a problémát, hanem időpontot adott, és nagyjából elmondta, hogy mi lehet a problémája a gyereknek. Ugye ebben az esetben gyomorrontás volt, úgyhogy elég egyszerű volt, de csak felsorolta a tüneteit, hogy érzi magát. Minden egyes alkalommal a robot úgymond mondta, hogy sajnálja, reméli, hogy jobban lesz, stb. És a végén megkérdezte, hogy akar egy időpontot, hogy akar egy időpontot az orvossal, és mondta, hogy akkor amennyiben igen, akkor ő ezt az időpontot lefoglalja, és akkor jöjjenek vissza. Szóval ez nem az, hogy majd egyszer nem lesz szükség ápolókra, már most sincs. Hiszen ez a gép tökéletesen megoldotta azt, amit egy ember oldott volna meg ebben az esetben. Kérdés az, hogy hány ilyen gép, hány ápolónőt fog kiszorítani, és hány ember munkáját fogja lehetetlenni tenni a jövőben. Illetve szükségtelenni tenni a jövőben. Érdemes ezen elgondolkozni. Következő. Hát nem tudom, az iszlám államról már most nem akarnék különösebben szót ejteni, bár találtam egy cikket, ami érdekes lehet. Ez is a faktor.hu hátborzongató üzenetet küldtek a terroristák. Az iszlám állam videóban üzent Európának újabb vérfürdőre készülnek. Aki azt gondolja, hogy a... Csak annyit, hogy az iszlám állam állítólag egy... Nem tudom, hogy képzelik el az emberek, hogy az iszlám állam működik. Egy szeretvedett dolog kell, hogy legyen. Hiszen terrorizmusról van szó. Nem egy effektíve államról van szó, aminek vannak kormányzói, van egy rendszere, van egy kormánya, van egy döntéshozó, van egy központja, egy fővárosa, stb.
ez egy teljesen illegális dolog kell, hogy legyen. Akkor hogyan lehet az, hogy az iszlám állam, ez a szeretvedett dolog, képes felvenni a harcot a világ legnagyobb hadi, úgymond, erejével, ami az Amerikai Egyesült Államok, aki több pénzt költ a hadseregre, mint a következő 20 ország a listán együtt. És Trump azt mondta, hogy 10%-kal meg fogja emelni a költségvetését a hadseregnek. Körülbelül 600 milliárd amerikai dollár lesz. Most akit érdekel, ehhez képest Oroszország valami 120-130 milliárdot költhet. De mindjárt megpróbálom megmutatni ezt a képet, hogyha lehetséges. Úgyhogy elküldöm ezt a linket is egyébként azok számára, akiket érdekel és meg akarják nézni magát a képet. Okay, aki megnézi a linket, az láthatja, 610 milliárd dollár, 610 milliárd dollár az Amerikai Egyesült Államok költségvetése. 216 milliárd kínai, oroszországi 84 milliárd. Németországi szinte nem is látszik. Szaúd-Arábia 81 milliárd, India 50 milliárd. 610 milliárd az Amerikai Egyesült Államok. Annyi, mint az első 10, mint a következő 15 ország összesen. Ezzel az ország a harc az iszlám állam. Sikeresen. Ez az az iszlám állam, akik állítólag, akinek a vezére, az egyik volt vezér, az egyik leghíresebb karakter, Osama Bin Laden, barlangokban bujkált, és sátrakban bujkált, a világ legnagyobb hadserege elől. És évtizedekbe tellett, mire el tudták kapni. Úgyhogy ennyit az iszlám államról, és arról, hogy azok a terror cselekmények és merényletek és mindegy, mi egymás, ami a világon zajlik, az valóság. Nem mondom azt, hogy semmi nem történik, de túlnyomó többség, amit én láttam a tévében, az a szánalmas kategóriába tartozik. Még ezen a kategórián belül is. Arról nem beszélve, hogy a World Trade Center dologról, hogy ha valaki azt elhiszi, akkor az mindent el fog hinni azután. Következő a bevándorlási hullám, ez külföldiapropo.com weboldal. Természetesen bevándorlási hullám is egy hatalmas probléma. Világszerte. És hatalmas problémát fog okozni a jövőben is. Németországban több millió bevándorló él, mindenféle infrastruktúrát és mindenféle szociális szerkezet le fog rombolni a bevándorlási hullám. Mindent, amit ismerünk a társadalomban, azt ez át fogja érni. Mindenféle társadalmi normát és szokást és rendszert a bevándorlási hullám és a politikai korrektség le fog rombolni. És ez az, amit Németországban látunk, de Európa szerte. Igen, egy kérdést láttam, hogy miért nem Elohimről van szó. Egyszerűen azt gondoltam, hogy nem biztos, hogy mindenkit az érdekel. Egy részét erre szánom, más részét arra. Ha van valami kérdés, akkor nagyon szívesen ezzel kapcsolatban megválaszolom, de azon kívül egyelőre azt szeretném még most megosztani a következőt, ami viszont mindenkit érdekelni kellene. Ez pedig a következő,
Ez ugye CBN.com, a Biblia büntetendő, és a brit bíróság elítélt két utcai, nem is tudom, hogy mondják ezt, papot vagy prédikátort, akik az utcán, az utca sarkon állnak és prédikálnak az embereknek a Bibliából, elítélte a brit bíróság, azaz Európában a Biblia, the Bible is criminal, a Biblia büntetendő, illetve bűncselekmény. Úgyhogy elérkeztünk ahhoz a ponthoz, amiről nagyon régen már szó volt. Úgyhogy ha valakinek nem világos az, hogy milyen időszakot élünk, akkor ennek mindenképpen figyelmeztető jelnek kell, hogy legyen. Az egyik probléma az, amiről az előbb szó volt, a politikai korrektség, ugyanis arról van szó ebben az újságcikkben, illetve maga a tárgyalás, illetve az ítélet arról szólt, hogy a probléma az, hogy ez a bíró szava azt mondani valakinek, hogy a megváltója, Husak másják, hogy Jézus idézőjel téve, az egyetlen idézőjelet Isten Elohim, az nem az igazság. Szóval a bíró azt mondja, hogy azt állítani, azt mondani valakinek, hogy egyetlen igazság van, és hogy egyetlen Isten van, úgymond, az nem igazság. Azt mondani, hogy egyetlen út van a Teremtőhöz, és ez úgymond Jézuson keresztül, nem lehet az igazság. Ezt Ian Jackson, az ügyész mondta a bíróságon. Úgyhogy aki ismeri az írást, az tudja pontosan, hogy mi az, amit a megváltó mondott, hogy én vagyok az út, és senki nem jut el az atyához, csak rajtam keresztül. Még a világ azt mondja, hogy ez nem lehet igaz. És ezért ez az egyik dolog, amiért ezt az emberek nem tartották elfogadhatónak, és kihívták a rendőrséget, és ők ugye a többséget, illetve a járókelőkkel értettek egyet, és elítélték ezt a két embert a későbbiekben. A következő az, hogy próbálom megkeresni a cikkben, hogy mi a másik. Igen, a homofóbia ugye maga az, hogy az írást egyértelműen elítéli, és megmásíthatatlanul elítéli a mindenféle megnyilvánulását ennek, amit ma úgymond LGBT mozgalomnak hívunk, és az írás egyértelműen ezt elítéli, ugye ez az egyik probléma vele, a másik pedig az, hogy ez a muszlim vallásúakat hátrányosan érintette, illetve természetesen számukra ez úgymond diszkrimináció, hiszen az ő hitüket ez sérti. Szóval érdemes mindenkinek elgondolkozni azon, hogy milyen világot élünk, ahol senkit nem lehet majd megsérteni. Amivel nincs is baj igazság szerint, hogy nem lehet az embereket megsérteni, a probléma inkább azzal, ez van, ez az igazság. Egyetlen út vezet az élethez, és az a megváltón keresztül, az úgynevezett íráson keresztül, és a Tora az instrukció betartásán keresztül vezet, illetve a hit által, a többi mind csak időpocsékolás. Ezt már még egy ideig lehet nyilvánosan hangoztatni, azonban egy idő után ezt nem lehet. A probléma az, ugye természetesen itt arról van, hogy más vallások és szexuális beállítottságok számára ez az üzenet nem elfogadható, illetve sértő. Ugye ez, és ez nem is olyan régi újságcikk, hiszen másodikai. Úgyhogy ez az utolsó cikk, amiről beszélni akartam. Van esetleg valami kérdés? Egy pillanat, csak hagyd nézzem még gyorsan.
Igen, hát az üldözés az elkezdődött, csak még itt Európában nem kezdődött el. Érdekes az egyébként természetesen, amit itt említett az egyik hozzászólásban valaki, hogy az iszlám úgy tűnik, hogy az iszlámot terjeszteti. A probléma az, hogy maga a politikai korrektség, illetve a diszkrimináció úgy lett kitalálva, illetve úgy működik, hogy valami oknál fogva az, aki férfi, illetve az, aki úgymond keresztény, tehát az írást követi, és az, aki fehér, az, aki a leginkább támadás alatt van. Ezáltal pedig, aki egy kicsit is ismeri a számokat, azt tudja, hogy ez egyáltalán nem a többség. Aztán Európában az egész egyszerűen olyan törvényeket hoznak, amik a saját államokat, a saját országaiból a saját ős lakos lakosságot hátrányosan érintik. Én természetesen nem azt mondom, hogy bárkit is meg kellene bántania bárkinek, vagy az utcán kéne ezt ordítani, de hogyha arról van szó, hogy szólásszabadság van, akkor szólásszabadságban vagy van, vagy nincs. És itt egyre inkább nincs és nem lesz. És egyértelmű az, hogy egy nagy gondolatvilág felé haladunk. És az az, amit mindenkinek el kell majd fogadni, és a legtöbb ember el fog fogadni. Úgyhogy ami sajnálatos, de ez az, ami felé haladunk. Mindazok, akik úgy találják magukat, hogy egyetértenek bármiféle fontos üzenettel, amit a világ hirdet, vagy bármiféle jelentős mozgalommal, annak azonnal el kell gondolkozni azon, hogy vajon ő jó úton jár-e, és vajon mi az, amit a teremtő gondol erről, ugyanis a világ soha nem hirdeti a teremtő. Amennyiben tetszett a videó, kérlek kattintsatok a like gombra, ha hasznosnak találtátok, osszátok meg ismerőseitekkel, és bármiféle hozzászólásatok, megjegyzésetek, javaslatotok van, azt ide írhatjátok, valamint az elérhetőségeket megtaláljátok a leírás részben, ahol kapcsolatba léphettek velem, és még sok extra információt is találtok itt. Mindenkinek a legjobbakat. Halleluja!